Üdvözlöm a kedves nézőket! Heti központi témánk a zsidó felsőoktatás. Ellátogatunk az Orzsére, az Országos Rabbi Képző Intézet, azaz a Zsidó Egyetemre, ahol részt veszünk a tanévzáron, de egy rabbi avatáson is. Foglalkozunk a zsidó nyári fesztivállal is. Tartsanak velünk! Tudjon meg mindent a zsidókról, titkokról, történetekről, a valóságról. Figyeljen és ismerje meg a magyar zsidóságot, milyen is valójában. Műsorunk vendége Szerdó Cervin, nem véletlenül nem mondom, hogy rabbi, hisz a felvétel egy órával rabbi avatása előtt van, ám amikor adásba kerülünk, már azt kell, hogy mondjuk, hogy Szerdó Cervin rabbi. Üdvözlöm! Mi a heti szakaszunk, rabbi úr? A heti szakaszunk a bolok, aminek egy nagyon érdekes és nagyon fontos tanulsága van, és pedig az a viszonya a zsidóságnak a világgal. A világ, látjuk történelmi távlatokban is, nem az áldás, hanem az átok szemléletével tekint a zsidókra, és azt látjuk, és azt veszük észre, és azt olvassuk ki, hogy a zsidóságon nem fog az átok, és ezt már Ábrahám ősapánk is bebizonyította, amikor az örökkévaló kivitte az csillagok hatása alól, és tapasztaljuk, hogy bizonyos átok, áldás, váltakozás között azért mindig az áldás érvényesül, hisz Am Israel, Háj Izrael még mindig él. Nekem ez egy nagyon fontos tanulság a heti szakasznak. Hol volt ön 10 évvel ezelőtt? Nos, hát én 10 évvel ezelőtt, akkor már én bőven a tanulás vonzás körében voltam, és 15 éve tanulok ebben a házban, néhány szakot elvégeztem, de ugye annak a lehetősége, hogy tanulhassak, az volt, hogy elhagytam a szakmámat kényszerűségből, és elhelyezkedtem a Benyámin óvodába, ahol hála a vezetőnek, Ráda Évának, hogy megengedte, hogy a munkám mellett tanulhassak is, és 7 évet voltam gondnoka az óvodának, és teljes erővel, teljes szellemi hozzáállással tanultam. Ön Újpesten fog szolgálni, vagy hogy pontosítsak, már több esztendeje ott szolgálja a közösséget. Mit kell tudnunk erről a közösségről? Azt hiszem, hogy az egész zsidó, magyarországi zsidó, hát mondhatom ezt a szót, hogy univerzumban, Újpest egy kis sziget, ahol a mag, az idősek otthona, valamint az Izrael Szelá, ahol bizonyos formában, hát értelmi fogyatékosok is laknak, és ezt szeretném most kihangsúlyozni, hogy ezek nem értelmi fogyatékosak, hanem a világszemlélet más meglátói, rálátói. Én mindig azt tapasztaltam, hogy ők egy üvegfal másik oldalán állnak, léteznek, ahol bizonyos keserű ráismeréssel vagy rátekintéssel néznek a világba, és látják maguk békéjén keresztül ennek a világnak a békétlenségét. Most akkor rövidre fogjuk ezt az interjút, és engedjük, hogy az Országos Rabbi Képző, az Orzse Zsidó Egyetem professzorai és rabbitársai megáldják Önt. Ezt az oklevelet Szerdóc József Ervin számára állítottak ki, aki Máramaros településen született, és az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetemen rabbi M.A. szakon tanulmányi kötelezettségének eleget tett. A Záróvizsga Bizottság határozata alapján okleveles rabbi szakképesítés szerzett, oklevelének minősítése jó. Ezt az oklevelet Finali Gábor számára állítottuk ki, aki 1977. december 9-én született Székesfehérváron. Az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetem felsőoktatási intézményében rabbi helyettes B.A. szak tanulmányi kötelezettségének tett eleget.
A záróvizsga bizottság 14. június 19. napján kelt határozata alapján a nevezett alapfokozatot a rabbi helyettes szakképzettséget szerzett oklevelének minősítése jeles. Teszünk a rabbi avatáson. Egyre kevesebb a holokauszt túlélő a zsinagógákban, egyre több a fiatal, a másod vagy harmad generációs. Ez megváltoztatja az elmúlt 70 év gyakorlatát. Akár mostantól is a holokauszt átmegy a mártiristen tiszteletek és a masztírok világa. Amit ma a fiatalok, pláne a legfiatalabbak éreznek az évforduló kapcsán, rossz lesz a hasonlat, előre megmondom, ezekben a napokban az első világháború századik évfordulójáról emlékeznek meg. Mi, akik akkor nem éltünk, végighallgatjuk, mi volt, és akkor nyugtázunk, hát Istenem, biztos nagyon szomorú. Amikor a holokauszt századik évfordulója lesz, alig hanem belekerül ebbe a történelmi kategóriába ez a mi tragikus eseményünk is. Feladatról mondtam, hogy nem szólok, de fölhívnám a figyelmet valamire. Egész életetekben, egész munkátok során az egyes számú kötelesség, most nem a vallási példamutatást sorolnám első helyre, hanem a hitelességet. Heti szakaszunkhoz fűződő Haftarából szeretnék nektek idézni Micha proféta szavait, aki azt mondotta, ugye ő Jezsajásnak volt körülbelül a kortása, Jezsajás arisztokratikus ember, Micha inkább a föld népe volt. A mondani valója örökértékű, így hangzik. Higidl Hádám, és elmondom néked ember, Mátajv, mi az, ami jó? Máha sém dorésimim há, és mi az, amit az örökkivaló? Kíván, sőt, megkövetel titeket, tőletek. Kim a szót mispat, az, hogy mindig az élet mindegyes területén a törvényesség, a hűség és a hitelesség szellemében járjatok. Vehalat heszed, és gyakoroljátok a szeretetet, amelyből talán a legnagyobb hiány van ma a Földön. Vehat snia lehet, imeluheha, és egész életetekben járjatok alázatosan, illő módon a mindenható Isten törvényei és tanításai szerint. Ezeknek a gondolatoknak a szellemében kívánok két tehetséges embernek és családjuknak sok-sok örömet és boldogságot az életre. Szolgáljátok a magyar Izraelt, a magyar zsidóságot, a sokat szenvedett közösségünket, annak reményében és hitében, hogy a világ alkotója meghallgatja a fohászunkat, és néktek, és a magyar neológ zsidóság minden egyes rabiának odaadó és szorgalmas munkája által újjáéled a magyarországi zsidó hagyomány, azaz a hagyomány és a tudomány szimbiózisa, amely ennek az intézménynek árszpoétikája volt. E gondolatok jegyében köszöntelek titeket! Világítassa felétek arcát, és legyen kegyes hozzátok. Jiszuárdajnaj Bonovi
forduljon mindig irántatok kegyelemmel, vő jó szémlőkú sólajn, adjon néktek mindannyiuknak békét, úgy legyen. Amen. Jó reke, hovadaira ismerek, jó iradai najponovi lehovi honekó, gyiszvadai najponovi lehovi jó szimlehósolaj. Az örökkévaló áldjon és őrizzen meg titeket. Sugároztassa felétek mennyei orcáját és legyen hozzátok kegyelmes. Adjon néktek, tieiteknek, adjon valamennyünknek, családotoknak, közösségünknek, honnak adjon békességet Izrael államának. Adjon békességet a világ zsidóságnak és az egész emberiségnek, ve henyei rócaim, és erre mondjuk együttesen, úgy legyen. Legyen. Amen. Anachnu hakatumim mata mori Hashem, torosh bichtav ve-shabepe, bevit midrash lebarim ve-artenu, Eretz Hagar, ve-ir habira Budapest. Banu bazel ha-id ul-farsim al ha-ish ha-yakar, הרב יוסף הנקרא סרדוץ להיות רב והננים ממלאים את ידינו ומכתירים אותו בשם רב ומורה ויורה יורה. ומינדנható Úristen adjon békességet és hosszú-hosszú életet a szmicha elfogadásakor. Tudat van higrukani, talmidinu hanale Gabriel finali, lamadve mozdinu bet midrash rabanim ha universitale lemidi hayahadut. וישתלב בלימודיו עד אשר נמצא ראוי להיות למנהיג רוחני בישראל. הנה נבזל הנקרא תעודת מנהיג רוחני. בטוחים אנחנו שינהיג את אותיו לצדק ויענה על בו תורה וירק, וכל קהילה שירכב למנהיג רוחני תשבע רצון ממנו והיה רצון ונאמר אמן. 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 אמן.